A hagyományoknak megfelelően 1956. október 23-ára, a Szabadságnapjára Dunajvárosban is megemlékeztünk. Az ünnepi esemény sorozat délelőtt a Temetői Kopjafánál kezdődött, majd a Bartók Színházban folytatódott, ahol folytatva az elmúlt esztendők szép hagyományát a Dunajvárosért díj is gazdára talált. A himnusz hangjai után a Dunajvárosi Vasas Tánc Együttes varázsolta el a közönséget, majd Pintér a más polgármester mondott ünnepi beszédet. A városvezető beszélt arról, hogy az ötvenes években az épülőváros mennyiféle embert gyűjtött egybe, és ez a sokféle ember 1956-ban mégis egyről beszélt. Különféle hátterű magyarok, különféle okokból, más-más indítatásból, de mégis vált, válnak vetve, küzdöttek a közös célért. Magyarország szabadságáért és függetlenségéért. A hátterétől, a neveltetésétől, politikai meggyőződésétől függetlenül minden magyar megtalálta benne a saját forradalmát, a saját szabadságharcát. A program folytatásaként az önkormányzat egyik legrangosabb elismerését vehették át, az arra érdemesek a közgyűlés által alapított Dunai Városérdi azon személyeknek vagy közösségeknek adományozható, akik a városban, illetve a városért maradandót alkottak, tettek. Idén a testület döntése nyomán ketten vehették át a kitüntetést. 2023-ban a díjra jelölést kapott Szőke István nyugállományú őrnagy, aki több évtizeden át a különböző városi rendezvények korábbi szervezője, az idén 25 éves közbiztonsági rendezvénysorozat alapítója. Az elismerést Pintér Tamás polgármester és dr. Molnár Attila jegyző adta át. Az átadás után Szőke István köszönetet mondotta a rangos elismerésért. Én mindig arra törekedtem, hogy olyan feladatokat találjunk, ami a város egyetemes ügyét szolgálja. Rakjuk félre a politikai csatározásokat, mert nagyon sokkal tartozunk a szüleinknek, akik építették ezt a várost, és méltán várják el tőlünk azt, hogy, hogy még tovább fejlesztük ezt a várost. A folytatásban ismét a Dunai Városi Vasas Táncegyüttes lépett színre, majd újabb díjátadás következett. A díra jelölést kapott Fejes László, a Dunai Kereskedelmi és Iparkamara egyik alapítója és tiszteletbeli elnöke. Városunk arculatának jelentős alakítója, aki 1970-től a Dunai Városi Városi Tanács VB műszaki osztályán dolgozott több poszton is. Volt a Városgazdálkodási Vállalat igazgatója és a DVG vezérigazgatója is. Dunai Város közgyűlése több évtizedes városunkért végzett lelkiismeretes és példaértékű tevékenységenek elismeréseként adományozta a Dunai városért Fejes László részére, aki szintén Pintér Tamás polgármestertől és dr. Molnár Attila jegyzőtől vehette át az elismerést. Meglepett, hogy ennyi év után még voltak, akik gondoltak rám, egykori kollégáim, vagy olyanok, akikkel ugyan bizonyos témákban együtt dolgoztam, de nem voltunk azonos helyen munkaviszonyban. És azoknak is megköszönöm, akik az előterjesztést támogatták, és így tulajdonképpen kiérdemeltem a Dunajvárosért díjat. Köszönöm szépen! A program zárásaként a díjazottak tiszteletére Szabó Zsolt gazdasági alpolgármester mondott pohárköszöntőt a Bartók aulájában. Azt hiszem, hogy a mai napunk egyik legfontosabb gondolata a szabadság, és egy város tekintetében az egyik legnagyobb szabadság az, hogyha lehetősége van arra, hogy önkormányozzon, hiszen erről szól az önkormányzatiság, hogy mi a kezünkbe vehessük a város sorsát. Ebben azt hiszem, hogy a két díjazott példát mutatott nekünk, a mi generációnknak, hiszen a rendszerváltás utáni Dunajváros meghatározó alakjaiként nagyon sokat tettek azért, hogy Dunajváros egy szabad és gondoskodó város legyen. Október 23-án a Szabadság napjára emlékeztünk Dunajvárosban is. Gratulálunk a díjazottaknak, köszönjük több évtizedes töretlen hitüket és munkájukat.